Második levél a Tesszalonikieknek. Első fejezet. Pál, Szilvánus és Timóteus, a Tesszalonikiek egyházának, amely Istenben, a mi atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban él. Kegyelem és békesség nektek Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Mindig hálaadással tartozunk Istennek, értetek testvérek, méghozzá méltán, mert a hitetek komolyan erősödik, és az egymás iránti szeretet mindnyájatokban gyarapszik. Annyira, hogy dicsekszünk is veletek Isten egyházaiban, béketűrésetekkel és hitetekkel, amellyel minden üldözést és viszontagságot elviseltek. Isten igazságos ítéletének a jelei ezek, hogy méltónak találjanak benneteket Isten országára, ha meg is szenvedtek érte. Mert igazságos dolog Isten előtt, hogy szorongatással fizessen azoknak, akik titeket szorongatnak, és nyugalommal velünk együtt nektek a szorongattatottaknak, amikor az Úr Jézus megjelenik az égből hatalmának angyalaival, tűz lángjában, és bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, nem engedelmeskednek Urunk Jézus evangéliumának. Ezeket a kárhozatban örök büntetéssel sújtja az Úr színe és hatalmának dicsősége, amikor eljön azon a napon, hogy megdicsőjön szentjeiben, és megcsodálják mindazokban, akik hittek. Nálatok ugyanis hitelre talált a tanúságtételünk. Ezért imádkozunk is mindig értetek, hogy Istenünk méltónak találjon titeket meghívására. Adjon beteljesedést a jóra irányuló minden készségnek és a hit erőteljes munkájának, hogy Urunk Jézus Krisztus neve megdicsőjön bennetek, és ti is ő benne. Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből. Második fejezet. Urunk Jézus Krisztus eljövetele és a hozzávaló gyülekezésünk dolgában kérünk titeket, testvérek, ne tántorodjatok el egyhamar józan felfogásotoktól, és ne riasszon meg titeket semmiféle lélek, sem beszéd, sem állítólag tőlünk küldött levél, mintha az Úr napja már közel volna. Semmiképpen se ámítson el titeket senki, mert előbb az elpártolásnak kell bekövetkeznie, és meg kell jelennie a bűn emberének, a kárhozat fiának, aki ellenszegül és önmagát föléje helyezi mindannak, amit Istennek vagy isteni tiszteletre méltónak nevezünk. Beül Isten templomába, és úgy mutogatja magát, mintha Isten volna. Nem emlékeztek rá, hogy amikor még nálatok voltam, megmondtam ezt nektek. És azt is tudjátok, mi tartja vissza most, amíg meg nem jelenik majd a maga idejében. A gonoszság titka ugyanis már munkálkodik, csak hogy azt, aki most még visszatartja, előbb el kell távolítani az útból. Akkor majd megjelenik az a gonosz, akit az Úr Jézus elpusztít szájának leheletével, és megsemmisít eljövetelének fényességével. Az érkezését pedig a sátán hatalmából mindenféle hamis erő megnyilvánulás, jel és csoda kíséri, és mindenféle csábítás a gonoszságra, azok vesztére, akik elkárhoznak, mert nem fogadták be az igazság szeretetét, hogy üdvözüljenek. Ezért bocsátja rájuk Isten a megtévesztés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, és ítélet alá essenek mindannyian, akik nem hittek az igazságnak, hanem beleegyeztek a gonoszságba. Nekünk pedig mindenkor hálát kell adnunk Istennek, értetek testvérek, akiket Isten szeret. Azért, mert Isten kiválasztott titeket első zsengéül az üdvösségre,
a lélek megszentelése és az igazság hite által. Meg is hívott titeket erre, evangéliumunk által, hogy elnyerjétek Urunk Jézus Krisztus dicsőségét. Ezért tehát, testvérek, legyetek álhatatosak, és őrizzétek szilárdan a hagyományokat, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Urunk Jézus Krisztus pedig, és Isten, a mi atyánk, aki szeret minket, örök vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk kegyelemben, bátorítsa és erősítse meg szíveteket minden jótedben és beszédben. Harmadik fejezet. Egyébként, testvérek, imádkozzatok értünk, hogy az Úr igéje, amint nálatok is, terjedjen és dicsőségre jusson, megszabaduljunk az ártalmas és gonosz emberektől, mert a hit nem mindenkié. Az Úr azonban hűséges. Ő megerősít titeket és megóv a gonosztól. Ami titeket illet, bizalmunk van az Úrban, hogy megteszitek és meg fogjátok tenni, amit parancsolunk. Az Úr vezesse szíveteket Isten szeretetére és Krisztus béketűrésére. Ugyanakkor Urunk Jézus Krisztus nevében meghagyjuk nektek, testvérek, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki rendetlenül él, és nem aszerint a hagyomány szerint, amelyet tőlünk kapott. Jól tudjátok, miként kell minket követni, és pedig abban, hogy nem viselkedtünk köztetek rendetlenül. Nem ettük ingyen senki kenyerét, hanem megdolgoztunk érte, fáradtsággal éjjel-nappal munkálkodva, hogy ne legyünk terhére egyikteknek sem. Nem mintha nem lett volna jogunk hozzá, hanem hogy magunkat követendő példakép gyanánt állítsuk elétek. Amikor ugyanis még nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Hallottuk azonban, hogy egyesek izgágán élnek köztetek, nem dolgoznak semmit és hiába valóságokkal töltik idejüket. Az ilyeneknek meghagyjuk és könyörgünk nekik az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy csöndben munkálkodva a saját kenyerüket egyék. Ti pedig, testvérek, ne hagyjatok fel a jó cselekedetekkel. Ha valaki nem engedelmeskedik levélben megírt szavunknak, azt tartsátok számon, és kerüljétek a társaságát, hadd szégyelje magát. De azért ne tekintsétek ellenségnek, hanem úgy fedjétek meg, mint testvért. A békesség ura adjon nektek örök békességet mindenhol. Az Úr legyen mindnyájatokkal. Én, Pál, a saját kezemmel írom az üdvözlést. Minden levelemben ez az ismertetőjel. Így írok. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal.